Az zuglói tömbházak között bújik meg Budapest egyik legimpozánsabb japán kertje, amely a múlt század elején az ország első ilyen látványossága volt. A grindex.hu most egy különleges séta alkalmával vezet körbe titeket a Varga Márton kertészeti és földmérési technikum udvarán megbúvó kertben, ahol számos növény ritkaság társaságában merülhetünk el a Muramacsi korszak eszményi világába. Az iskolánkat 1926-ban alapították, és utána gyakorlatilag 1927-re azt lehet mondani, hogy elkészült a japán kertünk. A japán kertek nagyon-nagyon régóta léteznek a világban, több mint 1000 éves történetük van. A mi japán kertünk a Muromachi korszakot, a Muromachi periódust reprezentálja. Ez a kora középkornak megfelelő időszak. Ebben az időszakban Japán belviszályokkal, harcokkal teli történelmi időszakát élte meg. Ebben az időszakban a japán nagyuraknak, hadoraknak, szamurájoknak a kertjei azt a célt szolgálták, hogy a családjukkal, a barátaikkal, a tisztelőikkel egy ilyen elvonulásra alkalmas helyként jelenjenek meg az életükben. Vannak állandó elemek, ami a legtöbb japán kertben megtalálhatók, ilyen például a víznek a jelenléte, és mint minden elem a japán kertekben, ennek is van egy jelképrendszere. A mi sétakertünkben a víz végigköveti az ember életútját, azaz jelképezi a víz belépése, a vízesés, a születést, utána a víz csörgedezése, a köveken végigcsobogó vízsugár, a gyerekkort, ahogy lassul a víz folyása, úgy eljutunk a felnőtt korhoz, és amikor eljutunk a legtávolabbi pontra, a vízfolyás legtávolabbi pontjára, legmélyebb pontjára, a semmiség óceánjának hívják ezt a területet, az pedig már az emberi élet végét jelképezi. Vannak a vízben szigetek, a Daru-sziget és a Teknős-sziget. Ez a japán mitológiának két nagyon meghatározó élőlénye, két meghatározó állata. Ezek is megjelennek jelképpel, jelképként a kertünkben. De természetesen, mivel egy teakertről van szó, van egy olyan hely, ahol le tudott ülni ez a japán nagyúr, ez a japán szamuráj a családjával, a vendégeivel, és el tudott fogyasztani egy finom teát. Ezért a teaház, az azumaja is egy állandó eleme ezeknek a kerteknek, és természetesen ott vannak a növények, amelyek nagyon meghatározó jelképpel, jelképrendszerrel rendelkeznek, és harmadsorban pedig ott vannak az egyéb épített elemek, a lámpások, a kapuk, a tipegőkövek, ezek mind-mind jelképként működnek a japán kertekben, mind a mellett, hogy van egy gyakorlati funkciójuk, és az egésznek van egy olyan harmóniája, aminek köszönhetően az esztétika is megjelenik a kertben. A japán kertekben nagyon sokféle anyagot használunk fel az építkezésnél, de a legmeghatározóbb anyagok a kövek. A termésköveket, a természetben előforduló termésköveket használja a japán kert sok minden kifejezésére. Megmunkáltan tipegőkövek, burkolatok, lámpásokként kerülnek be a kövek a kertben, megmunkálatlanul pedig sziklakertet tudunk belőle építeni, illetve akár önmagában álló magányos köveket is elhelyezünk a kertekben. A japánok úgy tartják, hogy minden kőnek van egy kis szelleme, van egy kis élőlény, aki ott lakik ebben a kőben, őket hívják kamiknak, és ebből lehet sejteni, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a köveknek, a szikláknak a kertekben. Éppen ezért nem volt mindegy, hogy milyen köveket használunk ebben a kertben. Alapvetően az időmarta nagyon szépen megformálódott, a természet által nagyon szépen megformált köveket kerestek akkoriban Varga Mártonék, és ezt a budai oldalon találták meg, akkoriban újították fel a fogaskerekű vasutat, a korabeli megoldás még lóvasútként működött, és amikor ezt felújították, szélesítették a pályát, akkor ott a budai hegységben kifejtett felszíni, gyönyörű, szép köveket, dolomit és mészkő tömböket hoztak át, még állati erővel a budai oldalról, ide a pesti oldalra, Zuglóba, és ebből épült meg a japán kert, a tó, a sziklakert, illetve a magányos kövek, a neveket kapott, nevesített kövek is ebből a felújításból kerültek ide a kertünkbe. Vannak olyan növényeink, amelyek még Varga Mártonos ültetésűek, tehát ezek olyan 100 év körüli növények, ilyen a csüngőágú japán akác, ilyen a himalájai selyemfenyő, vagy éppen ilyen sok japán juhar.
De vannak olyan növények is, amelyek egy kicsit később kerültek be a kertbe, és nagyon nagy ritkaságnak számítanak. Az egyik legértékesebb talán a Metasequoia glyptostroboides névre hallgató szecsuáli mamutfenyő, amit egy kihalt fajként fedeztek fel újra az 1930-as években. És akkoriban Kínában találtak belőle egy pici kis állományt, és hogy újra bekerüljön az élő növények közé, ennek az állománynak a magjait tétküldték a világ nagy botanikus kertjeibe. Ide Magyarországra is kerültek belőle magocskák, és ebből bújtak ki növények. És van olyan mamutfenyőnk, ami azóta is itt él a kertben, és hát ennek köszönhetően az ország és az európai földrész egyik legidősebb szecsuáni mamutfenyőjét is itt gondozzuk a kertben. A japánok a kapukat az újjászületés jelképeként tisztelik. Amikor belépnek egy kapun, akkor úgy gondolják, hogy az életüknek egy új szakaszába lépnek be, és hát ennek köszönhetően nagyon hangsúlyosak és kihangsúlyozottak a japán kertekben, főleg a szentélyek kertjeinél ezek a torik, ezek a kapuk. Ilyenen keresztül lehet belépni a mi kertünkbe is. Ahogy mondtam, egy nagyon régi, közel 100 éves kertről beszélünk, és a 100 éves történet során nagyon sok híres ember jutott el a kertünkbe. A legendák szerint járt nálunk a japán császári család képviselője, Takamatsu herceg és a felesége Kikukó hercegnő. 1931-ben tettek egy látogatást itt Magyarországon, és akkor feljegyzéseink szerint találkoztak Varga Mátonnal, és úgy tudjuk, hogy itt az iskola kertjében egy teaszertartáson is részt vettek, úgyhogy ők voltak talán a legprominensebb vendégei a kertünknek. A japán kerteknek egyik különleges tulajdonsága, egyik érdekessége a fenntartásnak a színvonala és érdekessége. Ők például különbséget tesznek aközött, hogy egy kertet alapvetően kézi erővel, vagy alapvetően gépi erővel tartanak-e fenn. A legfontosabb és legnagyobb hozzáértést igénylő szakterület az a metszés. Többféle olyan japán metszés mód van, amit az európai kertekben nem használnak. Talán hallották már sokan a kokarikomi vagy okarikomi metszési módot. Ennél tulajdonképpen formára nyírott növényeket alakítunk ki, de ezek a formák, ezek nem mértani formák, hanem a természetből vett, kicsit szabálytalanabb formák. Felhőre emlékeztet, vagy éppen a tenger hullámaira emlékeztet egy ilyen összenyírt állomány, de az egyesével megformázott növények, amelyeket nem ilyen felhőformára nyírunk több fajból, vagy több példányból, hanem egyesével formázzuk meg őket. Azok között is vannak speciális metszési módok, ilyen például a nivaki, vagy amikor olyan formájú növényeket alakítunk ki, amelyek olyanok, mintha a tengeri szél tépázta volna meg őket, vagy formálta volna meg őket. Ez is egy elég speciális, különleges metszési mód itt a kertben. Illetve hát működnek azok a fenntartási feladatok, amelyek minden kertben előfordulnak, a gyomlálás, az őszilomgyűjtés, a fűnyírás, ezek mind olyan feladatok, amelyek sokkal hasonlatosabbak már az európai kertek fenntartásához. Varga Márton, az iskolánk alapító igazgatója, az 1920-as évek közepén kapta meg azt a feladatot, hogy itt egy kertészképző intézményt alakítson ki, ami alapvetően egy középfokú tanintézet, eleinte fiúkat, később aztán természetesen fiúkat és lányokat is képeztek itt az iskolában. Nem csak a szakmai tudása volt nagyon hatalmas, hanem nagyon jó érzékkel fordult a pedagógia felé is. Az volt a központi gondolata az oktatásának, hogy ne csak szakmát, hanem emberséget is tanuljanak a diákok az iskolában, és ennek a szellemiségnek megfelelően próbálunk azóta is működni tanárokként, tanári közösségként, az iskola dolgozóiként. Nem csak szakmát igyekszünk tanítani a gyerekeknek, hanem próbáljuk a közösségi értékeket, a fenntarthatóságot, a zöld felületeknek a jelentőségét is kihangsúlyozni az oktatás során. Ő volt az, aki létrehozta az iskolában a japán kertet, ő volt az, aki létrehozta az iskolának a könyvtárát a saját könyveinek a fölajánlásával, és ő volt az, aki kezdetben kidolgozta a képzésnek a tartalmát és a formai követelményeit is.